żołnierze węgierscy. A magyar katonák vittek a partizánjaiknak az erdőbe, a kampilosi rengetegbe egy teljes katonai szekérnyi fegyvert, lőszert, meg egyebeket. A magyar csapatoknak köszönhetően élte túl a bátyám a felkelést. Képzeljétek el, hogy a magyar ezred simán átengedett nem egy zászlóaljat, hanem közel 2000 vagy mennyi, olyan 1600 embert. Hitler parancsának megfelelően a német haderő 1939. szeptember 1-én hadüzenet nélkül lerohant a Lengyelországot. Kitört a II. Világháború. Varsó szövetségesei, London és Párizs a támadás után néhány nappal hadat üzentek Berlinnek, ám tényleges katonai segítségnyújtás helyett pusztán semmit mondó ígéretekre futott a részükről. Honvédőháborújukban a lengyelek teljesen magukra maradtak. Mivel a Luftwaffe már a támadás 3. napján megszerezte a teljes légifölényt az ország légtere felett, a lengyel csapatok a Visztula jobb partja mögé vonultak vissza, hogy itt várják be szövetségeseik esetleges segítségét. Mint hiába. Varsóban ekkor még nem sejthették, hogy Sztálin is részesülni akar a zsákmányból. Szeptember 17-én a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában foglaltaknak megfelelően a Vörös Hadsereg hátba támadta Lengyelországot, amelynek a sorsa így megpecsételődött. Az ország keleti fele a Szovjetunió része lett. Hitler hadigépezete szeptember 27-én foglalta el a fővárost, a Führer október 5-én már diadalittasan szemlélte a Varsó utcáin masírozó katonáit. A politikailag megbízhatatlanokra, az értelmiségre, a zsidókra és az ellenállást tanúsítókra rövid úton internálás vagy kivégzés várt. Tragikus évek köszöntöttek Lengyelországra. Lengyelország náci megszállásának 6. évében, 1944. július 30-án a Vörös Hadsereg 16. és 3. páncélos hadtestei már 20 kilométernyire álltak Varsótól. Mivel a szovjetek által elfoglalt területeken Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság néven ekkorra már megalakult egy Sztálinhoz hű ideiglenes lengyel kormány, félő volt, hogy a német uralom alól felszabaduló ország csak hamar szovjet bábállam lesz. Ebben a helyzetben a nemzeti érzelmű föld alatti honi hadsereg vezetése a Londonban működő emigráns lengyel kormány beleegyezésével egy általános felkelés kirobbantása mellett döntött, amely megteremthette a jogalapját annak, hogy Moszkva csapatai már egy független, demokratikus ország területére érkezzenek be. Sajnos a politikai helyzet olyan volt, hogy a szovjetek nem ismerték el a Lengyel Köztársaság londoni kormányát, és a honi hadsereg mindazon alakulatait, amelyek a Vörös Hadsereg oldalán harcoltak a németek ellen. Lvov, Vilno, Volin és Lublin környékén, Mazovsze, Bialystok, Podkarpátse térségében szisztematikusan lefegyverezték, internálták a katonákat, vagy besorozták az Oroszországban felállított kommunista hadseregbe, a tisztikart pedig Szibériába küldték. Ezért a varsói felkelés az utolsó lehetőség volt, hogy a legális kormány, a Lengyel Köztársaság legális vezetése és fegyveres ereje, azaz a honi hadsereg átvegye a hatalmat. Tadeusz Bór Komorowski tábornok vezetésével a varsói felkelés 1944. augusztus 1-én hivatalosan délután 5 órakor tört ki. Az időzítés és a meglepetés azért nem volt tökéletes, mert a harcok több helyen már korábban elkezdődtek. Sok ellenálló nem ért időben a gyülekező helyére, a németek pedig már sok helyen számítottak az endülésre. Nehéz fegyverek hiány az erősen erődített épületek elleni támadások is akadoztak. Ennek ellenére a felkelés első napjaiban a honi hadsereg alakulatai komoly sikereket értek el.
Elfoglalták az óváros, a belváros és számos kerület nagy részét, valamint egy sor stratégiailag fontos létesítményt. A felkelés további sorsát azonban döntően befolyásolta egy nem várt fejlemény. A felkelés hírére a Vörös Hadsereg leállította a németek elleni offenzíváját Varsó irányában, és nem bocsátkozott harcba a Wehrmacht és az SS csapatai ellen a felkeléssel érintett területen. A német hadvezetés a forradalom leverése érdekében azonnal megalakította az Erich von den Bach-Zelewski SS tábornok által vezetett 25 ezer fős Bach harccsoportot. A kiválóan felszerelt megtorló egység hírhedt tagjai voltak a Heinz Reinefart féle gestapo és rendőri egységek. Az Oskar Dillewanger vezette börtönjárt, köztörvényes bűnözökből összeállított SS ezred, a Bronislav Kaminski féle orosz felszabadító néphadsereg, a Rona dandárja, Petro Gyacsenko parancsnoksága alatt egy ukrán század, illetve két azeri zászlóa is, akik rendkívüli kegyetlenséggel és brutalitással irtották a civil lakosságot is. Hitler azzal küldte harcba csapatait, hogy az ellenállást kegyetlenül és könyörtelenül torolják meg, a várost pedig Karthágó mintájára tegyék a föld színével egyenlővé. A felkelés kitörésének napján Varsótól északkeletre tartózkodott a Vörös Hadsereg elől visszavonuló német középhadseregcsoportnak alárendelt második magyar tartalékhadtest. Míg a német hadvezetés a három gyalogos hadosztálynak hátországi biztosítási feladatokat szánt, addig a nagyhatalmak szempontjából is elit alakulatnak számító, csaknem 12 ezer fős első magyar lovas hadosztályt, mely az utóvétharcokban többször is helyreállította a szovjet páncélos támadások miatt összeomló német harcvonalat, Lonszk térségébe vonták vissza pihenőre. V koncu lipca 1944 roku 1944. július végén a németek Varsó körzetébe vonták a második magyar tartalékhadtestet, amelynek a kötelékébe három hadosztály tartozott legalább 20 ezer katonával. Ezeket a csapatokat Varsó körzetében helyezték el. Északon a Kampinoszi rengeteg térségében és délen Piasecsno, Zalesie vagy éppen Csilcski környékén. És itt Zalesiében laktak a Szabó László tábornok vezette 5. hadosztály tisztjei. Nikolaus von Formann, a Varsó körülzárásával megbízott német 9. hadsereg parancsnoka, a magyar hadosztályokat is a felkelés leverésében akarta felhasználni. Különösen a lovas hadosztály bevetésével remélt gyors sikert elérni. Vattai Antal altábornagy azonban a páncélos tábornok tervét teljes mértékben elutasította a közös lengyel-magyar történelmi múltra, a szoros kulturális kapcsolatokra és arra a Berlin által folyamatosan figyelmen kívül hagyott tényre hivatkozva, miszerint a harmadik birodalommal ellentétben Magyarország soha nem állt és most sem áll hadban Lengyelországgal. A magyarok részt vesznek a templomokban a vasárnapi szentmiséken. A magyar katonazenekarok a lengyel nemzeti himnuszt játsszák. A hadtest hadosztályainak és ezredeinek egészségügyi felszerelése a lengyel lakosságot is segíti, és a város támadására vonatkozó parancsot a neki alárendelt csapatok nem fogják végrehajtani, mert annak beláthatatlan következményei lennének. Formann tábornok megértette ezeket az érveket, de parancsot adott a város elszigetelésére. A módosított német utasításnak megfelelően így a felkelés leverése helyett a magyar csapatoknak Varsó hermetikus körbezárásában kellett részt venniük. Míg az Ibrányi Mihály vezette első magyar lovas hadosztály többsége újjászervezés miatt Plonszkban maradt, addig a Dezső Gusztáv irányította 23. és a Szabó László parancsnoksága alá tartozó 5. tartalékhadosztályoknak délről kellett a lengyel fővárosba vezető utakat lezárniuk. A német Béla igazgatása alá tartozó 12-eseknek a Visztulaparti településtől északnyugatra elnyúló 220 négyzetkilométernyi Kampinoszi erdő és Varsó közötti szakaszon kellett új állásaikat kiépíteniük, hogy ott akadályozzák meg a felkelők segítségére siető partizánok mozgását.
Hitler és a harmadik birodalom vezérkarának számításait azonban ebben a feladatkörben is kijátszották a magyarok. Amikor a Campinosi rengetegen átvonult egy nagy magyar alakulat, nem tudom, hogy század vagy zászlóalj volt, de sokan voltak. Természetesen át kellett jutniuk az állásainkon, és erre külön engedélyt kaptak. Ez nekünk egyfajta szenzáció volt. Barátságosan néztük egymást, és kölcsönösen integettünk. Aztán 11 néhány magyar úgy döntött, hogy leszakad az alakulatától, és csatlakozik hozzánk partizánokhoz. És így aztán a 11 néhány magyar a felkelés végéig különféle alakulatokban nálunk szolgált. A mi szakaszunkba ketten kerültek. Fiatal srácok voltak, nem sokkal idősebbek nálam. A társzekerek körül segítettek, amikkel katonai akciók idején sebesülteket szállítottunk. A légi segély érkezése esetén pedig ezekkel szállítottuk a ledobott eszközöket. Annak ellenére, hogy a német megszállás alatt Chopin zongorajátékainak meghallgatásáért a lengyel nemzeti himnusz, vagy az Isten, ki lengyel hont című szózat énekléséért is azonnali halálbüntetés járt, a magyar katonák direkt és rendszeresen játszották ezeket a dalokat az általuk ellenőrzött területeken, szentmiséken, ami az ott élők számára hihetetlen és felemelő élmény volt. A szolidaritás, rokonszenv és sorsközösségvállalás olyan erős volt, hogy a náci tiltás ellenére a honvédek nem csak ellátták tábori kórházaikban a harcokban megsebesült felkelőket és polgárokat, hanem rendszeresen átadták nekik a nyilvántartásukban nem szereplő fegyvereiket, lőszereiket, élelmiszertartalékaikat, illetve az SS csapatok kijátszása miatt sokszor még a magyar egyenruháikat is. A magyar katonák vittek a partizánjaiknak az erdőbe, a Campinosi rengetegbe egy teljes katonai szekérnyi fegyvert, lőszert, meg egyebeket. Ezek a katonák elindultak abba az irányba valamilyen ürüggyel, ezek a magyar katonák, hogy találkozzanak. Mert nem tudták elkerülni, a partizánok megállították őket. Magyarokra elsőként nem lőttek soha a mi partizánjaink. Volt egy ilyen szimpátia a nemzeteink között. Ez mindig megvolt. Fegyvert elvitték. Megkapták a magyar katonáktól. Utána ezek is, azok is lövöldöztek egy kicsit, hogy olyan atmoszférát teremtsenek, mint ha harcoltak volna egymással. Hogy ezeket a magyar katonákat ne végezzék ki a németek. Valahogy meg kellett indokolniuk, hogy üres szekérrel térnek vissza. Úgyhogy lövöldöztek egy kicsit, és ennyi. Megvannak a fegyvereim, de ugye nincs lőszerem. És mondom ennek a magyar tisztnek, ich habe keine Patron, ugye, ő meg mondja, hogy ó, Patron! Fogta és kinyitotta a ládát, ott a szekéren egy faládát, amiben kartondobozokban voltak a lőszerek, ezekhez a puskákhoz, és teleraktam a zsebeimet, a nadrág zsebeimet, a zakó zsebeimet lőszerekkel. Aztán veszem elő a pénztárcámat, és fizetni akarok, ugye? Ő meg még ideges is lett, és tiltakozott, hogy nem akar semmiféle pénzt. A magyarok semlegessége és segítsége azért volt életbevágóan fontos a Campinosi rengetegben és Varsóban harcolóknak, mert Nagy-Britanniából és Dél-Olaszországból a légi úton érkező segélycsomagok ritkán értek célt. A szállítógépeket sokszor már útközben lelőtték a tengelyhatalmak alakulatai, a Varsó körzetében ledobott segélycsomagok pedig gyakran német ellenőrzésű területen landoltak. Ráadásul Sztálin egy esettől eltekintve nem is engedte meg a szövetséges légierőnek, hogy szovjet ellenőrzésű repülőtereken szálljanak le tankolni a visszaútra. Így a tervezetnél kevesebb szállítógép tudott csak részt venni a segélyakciókban. A varsói felkelők ellátásában így óriási szerepet játszottak a várost lezáró katonai körgyűrű magyar ellenőrzésű rései, közlekedési korridorjai. Amikor a Campinos csoport a Gdanszki pályaudvar felé nyomult,
akkor képzeljétek el, hogy a magyar ezred simán átengedett nem egy zászlóaljat, hanem közel 2000 vagy mennyi, olyan 1600 embert. Átmentek szépen, mint barátok közt, és mentek tovább harcolni. A magyar csapatok kettős magatartása csak hamar feltűnt Nikolaus von Formann páncélos tábornoknak is. Ugyanakkor a közvetlenül a honvédek szomszédságába vezényelt vérszomjas ukrán, vlaszovista és orosz SS alakulatok nem okoztak csalódást német megbízóiknak. Na és jönnek az ukránok a szekereikkel, a kocsiaikkal vissza, zsákmányokkal. És mutatják a mi őrségünknek, hogy na, a magyarok hülyék, marhák, hogy nem járnak rá rabolni, végeredményben egy világváros ég, és minden lehet csinálni. És az őrség vezeti az oroszokat a magyar parancsnoksághoz, ugyanis mutatják, hogy gyűrűket zsákmányoltak ujjakkal együtt, hogy ezek az ujjak holttestekről származtak, élőkről, nem, de senki nem tudott. Tény az, hogy a mi őrnagyunk egész egyszer ezeket az oroszokat bezárta a pincébe. Az oroszok az ukrajnak követelték, hogy kiengedjék a foglyokat a pincéből. Az őrnagy tökéletesen beszél németül, tehát nem létezik, hogy nem értették meg egymást. Nem adta ki ezeket a foglyokat azzal az indokolással, hogy délután a magyar parancsnoksághoz lesznek elkísérve, és hadifoglyoknak számítanak. Erre az ukrajnak hazavonultak, és én azt hittem, hogy vége mindennek, az egész vitának, de kisült, hogy másfél óra múlva egyetlen ágyúlövés, hallottam a golyónak a sivítását, hogy úgy mondjam, és pontosan eltalálták azt a villát, ahol a mi vezetőségünk volt. És rossz sors akart, hogy épp egy gyűlés volt. Úgyhogy mindenki együtt volt. Az őrnagyunk meghalt, az egyes osztagoknak a vezetőjei ott meghaltak a romok között, és így tovább. A németeket már a háború kezdete óta rettenetesen foglalkoztatta a magyarok bajtársias viszonya a lengyelekhez, amelyet a varsói harcok kirobbanásától számítva nagyfokú kockázati elemként kezeltek. Gyanakvásuk nem volt alaptalan, hiszen Vattai Antal altábornagy több levélváltást követően augusztus 20-án fogadta személyesen a felkelők campinoszi csoportjainak tiszti küldöttségét, akik a titkos tárgyaláson nagyobb arányú magyar támogatást kértek. A honi hadsereg varsói parancsnokának, Monter tábornoknak a felhívása alapján eljáró küldöttség kérését Vattai csak részlegesen tudta teljesíteni, hiszen nagyobb arányú fegyverátadásról a német hírszerzés az Abwehr figyelme és folyamatos lehallgatása miatt nem lehetett szó. Azonban az altábornagy térképen megmutatta a partizán küldöttségnek azt a két biztonságos útvonalat, amelyeken további fegyveres csapatokat és utánpótlásokat küldhettek a fővárosban harcoló társaiknak. Vattai intézkedésének köszönhetően már aznap még szélesebbre nyíltak a magyar átjárók. Ez nem kerülhette el az Abwehr figyelmét sem. Das heißt, die Deutschen haben gewusst, was die Ungarn tun, dass die Ungarn. A németek pontosan tudták, hogy a magyarok mit csinálnak, hogy a lengyelekkel szimpatizálnak, de ezzel ellen bármit is tenni nem sok lehetőségük volt. Végeredményben mégsem támadhatták meg az utolsó szövetségesüket.
Fontolóra vették, hogy a magyarokat le kell fegyverezni, de ezt a lépést nem tették meg. Ezért a varsói felkeléstől északra állomásozó Rona brigádot, az orosz önkénteseket vetették be a magyarok helyett, mivel azt feltételezték, hogy legalább ők tesznek valamit. Gyakorlatilag annak köszönhetően, hogy Varsótól nyugatra, délre és északnyugatra magyar csapatok állomásoztak, az ő állásaikon keresztül még egy lengyel játékfilm is van Andrzej Munktól, amely bemutat egy ilyen epizódot, ezeken a magyar állásokon szabadon jutottak át a fegyvert és lőszert szállító menetoszlopok, és teljes egységek jutottak be Varsóba. A magyar állásokon keresztül működött az összeköttetés, és a magyarok gondoskodtak arról is, hogy az általuk ellenőrzött területeken ne legyenek németek és kollaboráns orosz egységek. Vattai március óta azért volt szálka Berlin szemében, mert Magyarország megszállásakor mozgósítani merte csapatait Hitler hadigépezete ellen. A varsói felkelőkkel való kollaborálás gyanúja miatt már várható volt, hogy az Abwehr letartóztatja a tábornokot. Ezt elkerülendően Vattait a magyar főparancsnokság azonnali hatállyal Budapestre rendelte, aki ezután Horthy Miklós kormányzó főhadsegédjeként Magyarország háborúból való kiugrásának előkészítésén dolgozott. A felkelők nagy örömére a második magyar tartalékhadtest új parancsnoka az a Lengyel Béla altábornagy lett, aki a háború előtt 6 évig Magyarország varsói katonai attaséjaként tevékenykedett. Diplomáciai múltja miatt a tábornok a honi hadsereg számos parancsnokát személyesen ismerte. A felkelők vezetői körében ismert volt az a tény is, hogy a szarvasi születésű katona már 1939-ben fel akart állítani Budapesten egy Bem Józsefről elnevezett magyar légiót a lengyelek megsegítésére. Ám ezt a tervét a miniszterelnök tanácsára akkor el kellett vetnie. A Varsó déli részén fekvő Mokotó felkelőinek közvetítésével több napos előkészítés után került sor a honi hadsereg parancsnokságát képviselő Jan Stepien alezredes vezette lengyel tisztiküldöttség és Lengyel Béla közötti első titkos találkozásra. A megbeszélések a német hírszerzés megtévesztése véget nem a Grodzsiszk-Mazowieckiben kialakított magyar hadtest parancsnokságon, hanem az 5. hadosztály tisztjei által lakott Varsótól délre eső Zalesijében, az Akacjova utca 5 szám alatt Stefan Dratva bíró villájában folytak. A németek is játszották mindeközben a saját játékukat. Arra számítottak, hogy Lengyel Béla rá tudja venni a kapitulációra a lengyeleket. Mivel Lengyel Béla a háború előtt katonai attasé volt Varsóban, ismerte a lengyel tiszteket, ismerte Tadeusz Bor Komorowski tábornokot, aki a varsói felkelés idején a honi hadsereg parancsnoka volt. Tudták, hogy a lengyelek nem fognak tárgyalni Fondenbachal, de a magyarokkal miért ne? Úgyhogy a németek azt mondták, tessék, tárgyaljatok a lengyelekkel, ez a küldetésetek, hogy győzzétek meg a lengyeleket, hogy ez a harc értelmetlen, hogy a felkelésnek semmi esélye, hogy a felkelők tegyék le a fegyvert minél hamarabb. A magyarok ezt kihasználták, tárgyaltak, csak éppen egészen másról. Arról, hogy a lengyeleknek segíteni akarnak, és át akarnak állni a felkelés oldalára, de garanciára van szükségük. Lengyel Béla megérkezésével egy időben Forman tábornok, a német Béla vezette Renitens 12. tartalékhadosztályt a Campinosi térségből Varsótól délre a második védelmi gyűrűben elhelyezkedő Nove Miasto-ba vezényelte. A lovas hadosztály pár nappal később ismét bevetésre került a szovjetek ellen a Visztulától keletre, a Szulejovek és Volomén közötti területen. A Szabó László irányította 5. tartalékhadosztály továbbra is közvetlenül a főváros déli oldalán helyezkedett el. Bárhová is kerültek azonban a németek szempontjából megbízhatatlan magyarok. Amikor csak tehették, a lengyel fővárosban tomboló német terror miatt kialakult humanitárius katasztrófa elhárításán tevékenykedtek. Azoknak a lengyeleknek, akiknek volt valamilyen okuk, hogy elhagyják a hazájukat, magyarok segítettek elutazni.
A mi házunkban volt egy ilyen gyülekezési pont, és ebből a házból tudom, hogy négyen elutaztak egy katonai autóval, jól letakarva egy ponyvával. Ők Ilona Zasonska, Ilona Priesmeister és egy színésznő, Xenia Grey voltak. A negyedik személyre nem emlékszem, hogy ki volt. Minden nap reggel a Mokotovi piac térről vittük a szerencsétlen varsói menekült családokat, 20-25-en egy kocsin, és mentünk velük a nyugati elővárosokba. Elég, ha azt mondom, hogy milyen nyomorultságosan nézett az egész ki, hogy a német járőrök, mikor velünk találkoztak, ugyanis magyar egyenruhások voltak a kocsiknak a vezetői, a kocsisai. Egész egyszerűen még csak nem is igazoltattak, csak hagytak bennünket ezekkel a szerencsétlen menekültekkel nyugatra menni. Így sikerült megmentenünk körülbelül 1200-1500 lengyel családot az alatt a fölkelési szeptember hónapba és a 3 novemberi hétbe, amíg a fölkelés tartott. No, jeden z piękniejszych przykładów to jest. És az egyik legszebb példa Povislében a Csernyakovszki úton létesített kórház, a női középiskola mellett, amelynél volt egy kápolna. Nomen est omen, Szent Istvánról, a magyarok királyáról elnevezve, aki megkeresztelte Magyarországot. És ennél a kápolnánál és ebben az iskolában szervezett a magyar vezérkar egy kórházat. És oda gyűjtötték a civil lakosságot, a sebesült és károsult lengyeleket, megmentve őket a németek bestialitásától, a németek általi lemészárlástól, és később ezt az egész kórházat Varsó mellé evakuálták a magyarok. Ugyanezt történt Zsoliborsban és egy sor másik településen, ahol magyarok állomásoztak. A Tomaszov-Mazoviecki és Radom városok között elhelyezett 23. tartalékhadosztály is a lengyeleket segítette. A magyar parancsnokok pontosan megmutatták a felkelőknek, hol találhatók azok a hidak és vasúti pályatestek, amelyeknek felrobbantása esetén a Wehrmacht és az SS nem fog megtorlásokat foganatosítani a magyarok ellen. A hivatalos német-magyar fegyverbarátság ellenére az itt állomásozó honvédek sok esetben megvédték a honi hadsereg alakulatait is. Amikor a Piotrkovi 25. gyalogezred a Diablagóra, azaz az Ördöghegy lábánál súlyos harcba keveredett egy 200 fős náci csendőr különítménnyel, a visszaemlékezők szerint a honvédek nem csak a lakosságot, hanem a partizánokat is hősiesen fedezték a németekkel szemben. Persze a többi magyar alakulathoz hasonlóan a Dezső Gusztáv vezette hadosztály is kivette a részét az embermentésből. Többek között kiszabadították a Pruszkóvi fogolytábor koncentrációs táborokba szállított civil foglyait is a zsúfolt marhavagonokból. Amikor elindultunk Pruszkóvból, akkor a sínek mentén a lövöldözések és a zajok ellenére a környékbeli települések lakosai kiáltoztak, hogy dobjunk ki cetliket a neveinkkel. Most már tudom, hogy ez a lengyel vörös kereszt akciója volt, amely utóbb ilyen módon keresett minket, és találta meg a családokat, és rögtön megszerveződött a kölcsönös segélynyújtás a vagonban. A magasabb férfiak az ablakhoz férkőztek, előkerültek valamiféle ceruzák, kinél mi volt. Elkezdték összeírni a neveket, és kidobálni a cetliket.
Egyszer csak megállt a vonat. Nem voltak zajok, amelyek jellemezték ezt az egész utat. Nem volt lövöldözés, kiáltozás, teljes csönd volt. Az emberek imádkozni kezdtek. Mindenki azt képzelte, hogy mindjárt kinyílik az ajtó, és a rámpánál leszünk a haláltáborban. És ez a gázkamrába vezető rámpa. Egyszer csak kinyílik az ajtó szélesen, úgy is mondhatnám, hogy széles gesztussal, de hát ez egy tolóajtó volt. Kinyílt az ajtó, és fiatal, mosolygós, nagyon barátságos magyar katonák álltak ott. Én ezt látom. Szó szerint látom. Nem tudom megmondani, hogy milyen egyenruhában voltak. Barátságosak voltak, elkezdtek leszedni, segíteni, leszállni a vonatról. Emlékszem, egyikük egyszerűen a kezébe vett, és leemelt a vonatról. Hiszen egy kis taknyos voltam, és teljesen kimerültek voltunk. És aztán a továbbiak, az merő gyönyörűség volt. Nagyon régen tapasztalt gyönyörűség. Eközben Zalesijében, az Akacjova utca 5 szám alatti Dratva villában tovább folytak a titkos lengyel-magyar katonai tárgyalások. Lengyel Béla altábornagy úgy látta, hogy ha Budapesttől engedélyt kap, akkor csapataival átáll a felkelők oldalára, és a varsói forradalom leverésén tevékenykedő Bach harccsoport ellen fordul. A magyar tábornok a katonai akcióját úgy képzelte el, hogy az 5. tartalékhadosztállyal a lóversenytér magasságában beszivárog Varsóba, majd ott addig húzza el a harcokat a Visztula jobb partján Prága városrészben helytálló 1. lovashadosztállyal együtt, amíg a szovjetek fel nem szabadítják a város többi részét a náci megszállás alól. A döntő kérdés az volt, hogy az átállás esetén Sztálin vajon elismeri-e szövetségesként az 1941 óta vele hadban álló magyarokat, illetve így dönte majd London és Washington is. Ezekre az életbevágóan fontos magyar kérdésekre és aggályokra a lengyel honi hadsereg tisztjeinek kellett választ adniuk, és külföldi kapcsolataik által garanciát vállalniuk. Natomiast ksiądz Stępień im szczerze i otwarcie. Azonban Stępień káplán őszintén és nyíltan elmagyarázta, hogy a lengyelek nem adhatnak garanciákat a magyaroknak, mert nekik is problémáik vannak Sztálinnal. A tárgyalások végéig e kérdés körül forogtak. Stępień káplán elmondta, hogy egyedül nem hozhat döntést, vissza kell térnie Varsóba, jelentenie kell az egész helyzetet a parancsnokságának, és csak utána lehet majd valamiféle döntést hozni. I dopiero wtedy będzie można podjąć jakąś decyzję. A németek felkészültek arra az esetre is, hogy a magyarok valóban átállnak, és ténylegesen, nyíltan együttműködnek majd a lengyelekkel. Erre az esetre olyan kész intézkedéseket hoztak, amely akár a magyarok elleni fegyveres erőszakot is tartalmazta volna. Ettől függetlenül, bár a magyarokat nem fegyverezték le, ám a nyílt kollaborációt és együttműködést továbbra sem tolerálták. Ezzel ellen a németek mindig is határozottan és nyíltan léptek fel. Nikolaus von Formann tábornok a 4360. számú titkos parancsában kijelölte, hogy ebben az esetben melyik egységeiket kell készenlétbe helyezniük. Az utasítás azt is tartalmazta, hogy a magyar hadosztályok német összekötő parancsnokságait feltűnés nélkül el kell látni adóállomásokkal, rohamcsoportokkal, motorkerékpáros küldöncökkel és páncérgépkocsikkal is. A rejtjelezett parancs tartalmazta az ellentámadás fedőszavait is. Ezek szerint a vezető személyiségek letartóztatása Budapest, a letartóztatások haladéktalan foganatosítása Gulyás, a magyarok támadó magatartása Cigánybáró, szükség esetén a segítségkérés hívószava pedig a Duna rejtjelszó lett. A lengyelekkel kollaboráló magyar katonákra azonnali kivégzés várt. Ksiądz Stępień zrelacjonował Monterowi całą sytuację. Tehát Stępień káplán jelentette a teljes helyzetet Monternek, és Monter azt mondta, ígérje meg a lehető legtöbbet, csak hogy a magyarok akcióba lépjenek, hiszen végül is 20 ezer főnyi katonaságról volt szó. És úgy tűnt, akkor legalábbis úgy tűnt, hogy ez valahogy a felkelők javára billentheti a mérleg nyelvét. Hogyha a magyarok minket támogatnak, akkor tessék, a helyzet alapvetően megváltozik.
Stepien káplán ismét visszatért Zalesztyébe, tovább folytak a tárgyalások. Stepien káplán nem volt meggyőződve arról, hogy ennek van-e értelme és sikerülhet-e. Őszintén beszélt a magyarokkal, azt mondta, hogy nem adhat semmiféle garanciát, és nem akarta magára vállalni a felelősséget 20 ezer magyar katona életéért. A magyarok folyamatosan győzködték, még egy olyan javaslat is volt, hogy magyar tisztnek öltözve repüljön el Budapestre, hogy ott tárgyaljon a magyar királyság régensével, Hortival. Stepien káplán ezt elutasította. Azt mondta, hogy ennek nincs értelme. A tárgyalások folytatódtak. Később a magyarok azt mondták, hogy jó, felajánlhatjuk nektek a hadi eszközeinket. Emlékezzünk arra, hogy a magyarok jóindulata és segítsége eközben folyamatosan megvolt és fennállt. Ebből az időszakból fennmaradt egy feljegyzés Forman tábornok a 9. német hadsereg parancsnokának naplójában, aki tudomást szerzett ezekről a tárgyalásokról, és megállapította, hogy a magyar hadtest ideirányítása egy teljes félreértés volt, és ez a hadtest a lengyelek hasznára ténykedik, bár nem harcol a lengyelek oldalán, de a hasznukra ténykedik, és elrendelte a hadtest azonnali kivonását. A második magyar tartalékhadtest nagyobbik részének kivonásában persze az a tény is közrejátszott, hogy augusztus 23-án Románia kiugrott a tengelyhatalmak kötelékéből, és az egész hadseregével együtt átállt a szövetségesek oldalára. Bukarest lépésének köszönhetően a Vörös Hadsereg szinte harc nélkül érte el a magyar határt, amelynek megvédésére minden katonai erejére szüksége volt Budapestnek, így a Lengyelországban harcoló kontingensére is. A több napig tartó bevagonírozás ideje alatt a magyar hadosztályok egyre agresszívabban és látványosabban léptek fel az SS és a Wehrmacht csapatai ellen a lengyelek védelmében. Podkovalesnában működött egy illegális lengyel rádióadó, amit a németek bemértek. A történet a rádióadó biztosító katonáktól tudjuk. A németek megjelentek, és egyszer csak visszavonultak. Nem lehetett tudni, hogy miért. És kiderült, hogy a itt állomásozó magyar egységek rádiósai ráálltak a németek hullámhosszára. Lehet, hogy rosszul mondom, mert humanista vagyok, és nem értek a technikához. Ráálltak az adott hullámhosszra, és megzavarták a német lehallgatást. És a magyaroknak köszönhető, hogy ez a nagyon-nagyon fontos illegális lengyel rádióadó nem bukott le. A német hadvezetés szeptember 27-én indította el a Hulló Csillag nevű hadműveletét a Varsó melletti Kampinoszi erdőben harcoló felkelők ellen, akik a felkelés ideje alatt magyar segítséggel rendszeresen juttattak utánpótlást a fővárosban harcoló társaiknak. Mivel a közel 1200 fős harccsoport a térség legnagyobb részéből kiűzte a németeket, és folyamatos rajtaütéseikkel állandóan veszélyeztették a megszállók utánpótlási vonalait, az erdei gerillacsoport felszámolására a németek bombázókat, 40 páncélost és még egy páncélvonatot is bevetettek. A felkelő csoportra Jaktorov település határában mérte a végső csapást az SS. Számunkra a legfontosabb esemény a magyar csapatok részvétele volt a Jaktorovi csatában. Igaz, hogy nem harcoltak benne, de óriási mértékben segítettek a katonáinknak, méghozzá úgy, hogy foglyulejtés színleltek, majd ezután éjszaka 2-3-as csoportokban tovább engedtek mindenkit. Drámai jelenetek is voltak. SS páncélos alakulatok megpróbálták ezeket a foglyokat elvinni, de a magyarok ennek nagyon keményen ellenálltak. Budizsosinéban még fegyvert is ragadtak, és elkerítették a partizánjainkat.
Fogságba került a bátyám is. Ruhig, ruhig! Stellt euch in der Reihe hier. Gegenüber hier von den Leuten. Magyarok célra tartani. Utasításom, még nem lő senki. Jetzt hier nun ungarischen Soldaten. Nicht verstehen. Verstehen? Freund, beweg dich jetzt nach hinten. Beweg dich. Was? Was? Hier? Fallen Sie ab. Das nicht mehr auf die Spitze zählen, auf der... So, Waffen runter! Egyszer csak látjuk, hogy jön egy magyar. Négy partizán állt előrébb. Ő hozzájuk ment oda, ez a magyar. Velük beszélgetett valamit. Nem tudom, hogy magyarul vagy lengyelül. És adott nekik egy papírt. Azon a papíron az volt, hogyha kimentek az erdőből, akkor a németek bekerítenek titeket. És a csoport, 25-en visszafordultunk, nem mentünk tovább. Hallgattunk a magyarra. Egy kilométer után utolért minket egy másik csoport. Ők is visszafordultak. Ők is a magyarra hallgattak. Akik pedig tovább mentek, azokat, miután kiértek az erdőből, a németek bekerítették, és sokan meghaltak közülük. De tény az, hogy Podkovelesnában nyugszik három magyar katona. 44 óta, ezek 44, ha jól emlékszem, szeptember 7-én vesztették életüket. A sírfájukon az a felírás van egyelőre, hogy életüket adták a lengyel ügyért. Szép! Ez volt 44-ben. Ma 2015-öt írunk, és járunk halottak napján a sírokhoz, és legutóbb ott imádkozott egy ilyen 20 éves leányzó. És megkérdeztem, hogy mondja, mi köze van a magyarokhoz? Semmi. De ahányszor a szüleimmel mentünk a nagypapáik sírjához, mindig megálltunk. Ennyi. Elnézést, elérzékenyültem. Lezárásként egy személyes köszönetet szeretnék mondani, mert a magyar csapatoknak köszönhetően élte túl a bátyám a felkelést. Már meghalt pár éve, de mindig úgy emlegette ezt az esetet, mint számára a legfontosabbat a felkelés idején. Úgyhogy személyesen köszönöm. Vieslav Kosada volt zászlós. Bár a varsói felkelés hadműveleteit csak pár naposra tervezték, a felkelők 63 napig, október 2-áig kitartottak. Ez alatt közel 200 000 lengyel vesztette életét. A harcok alatt és után a németek tervszerűen folytatták a főváros pusztítását. Felrobbantották a királyi várat, a varsói katedrálist, porig égették az óvárost. A világháború alatt a nácik Varsó ingatlanállományának 85%-át pusztították el. Csaknem 1 millió varsói vesztette el az összes vagyonát, 700 000 ember pedig az életét. Erich von dem Bach-Zelewskyt soha nem vonták felelősségre csapatai varsói tetteiért. A náci tábornok 73 évesen, 1972-ben hunyt el Münchenben. A lengyel honi hadsereg életben maradt katonáinak nagy részét a szovjet titkosszolgálat, az NKVD begyűjtötte és megölte, vagy Szibériába deportálta.
Zsigmond Bocskovszky azért került börtönbe, mert nem adta le a kommunistáknak a fegyverét. Cellatársa azaz Elek István lett, aki Mokotovban sok társával együtt naponta menekítette ki az ostromlott városból a civileket. A szovjetek szemében az ő bűne az volt, hogy magyar. Szabadulásuk után egyikük sem tudta, hogy mi lett a másikkal. Így azt sem, hogy az egykori karpaszományos huszár a háború után Gdańskban telepedett le, mint kertészmérnök, és itt alapított családot. A két veterán csak 70 évvel később találkozott egymással. Na! Elek! Ungáró! Szervus! Na! Tényleg? Ennyi év után. 70 lat, a pamiętałem twoje nazwisko. Cudowne. Bo byłeś tylko jedyny Węgier. A no, tak to sami jakowcy siedzieli. No tak, ale cudowne, że tyle czasu pamiętam. Pamiętałem, 70. Tak. Ja mało, że pamiętałem, ja ciągle ciebie wspominałem, bo byłem pewny, że pojechałeś gdzieś tam na północ do Rosji. No, mało brakowało. No. Mało udało się umknąć. A ja to uciekłem. A második magyar tartalékhadtestnek a felkelés során mutatott egyenes magatartását soha senki nem vette figyelembe a háború után. A kommunista uralom mindkét országban igyekezett elhallgatni a történteket. Az utókor azonban ma már világosan látja, hogy a magyar katonák nem Hitler céljai szerint jártak el, hanem a bajtársi tisztesség szabályai és az emberiesség alapvető normái szerint óvták lengyel testvéreiket, hiszen e közös gyökérből táplálkozó, egymásba fonódó két öreg tölgyfa már évszázadok óta egymás támaszai. Nekünk lengyeleknek azért nagyon fontos a nemzeti emlékhelyek ápolása, mert nagyapáink és dédapáink a világ különböző helyein harcolva áldozták fel az életüket a lengyel függetlenségért. Ezért, ha rendben tartjuk az ismeretlen, lengyel földben eltemetett, nem lengyel származású katonák sírjait, akkor úgy gondoljuk, hogy a mi apáink, nagyapáink sírjaihoz is kijárnak majd, és szintén megemlékeznek róluk, és gyertyát gyújtanak.